Hogy hívják a stopptáblát? Más néven? Állj! Elsőbségadás kötelező. Mindenkinek elsőbséget kell adnom, igaz? Milyen a stopptáblának a színe? Piros. Biztonság az első. Ezen a néven országjáró közlekedésbiztonsági oktatási programsorozatot indított a Magyar Automotorfejlesztési Ügynökség. A projekt célja, hogy támogassa a gyerekek biztonságos közlekedésre való nevelését, hiszen megfogalmazódott egy Európai Uniós cél, hogy 2030-ra felére, 2050-re pedig nullára csökkenjen a közúti balesetek száma. Annak érdekében, hogy ezeket a számokat elérjük, már egész kiskorban el kell kezdenünk az edukációt, és ezért most ezen a programon az elsős és másodikos gyerekeket látjuk vendégül. A program két részből tevődik össze. Az első egy interaktív oktatás, ami könnyed, vicces, játékos formában zajlik közlekedésbiztonsági szakemberek közreműködésével. Ezután pedig egy épített kresszpályán elektromos biciklikkel, rollerekkel tanulhatják meg a gyerekek az elsőbségadást, vagy akár egy körforgalomba való behajtást. Körbe kell nézni, és gyorsan áthaladok, hogy nem látok vonatot. Látjuk és tapasztaljuk azt, hogy sajnálatos módon tragédiák szinte hetente történnek, és hát ennek a megelőzése érdekében mindent el kell követni annak érdekében, hogy a fiatalok már egész kiskorban ismerkedjenek meg a szabályokkal, a biztonságos közlekedéssel, és ez teljes mértékben elkerülhető legyen. Gyurkovics János alpolgármester elmondta, hogy örömmel adtak helyszínt ennek a kezdeményezésnek, mert úgy gondolja, nem lehet elég időben elkezdeni a gyermekek felkészítését az utakon való biztonságos közlekedésre. Bár az időjárás nem kedvezett a szervezőknek, ennek ellenére délelőttönként közel 200 gyerek vett részt a játékos elméleti és gyakorlati oktatáson. A turné 13 helyszínt érint országszerte, aminek az 5. állomása volt Szekszárd.